Itt van május 1-e. Énekelték hajdan egy jobb világban Magyarország dolgozói, amikor elérkezett a jeles ünnepnap, miközben megemlékeztek a korábban munkások ünnepéről, aztán későbbek folyamán a munka ünnepéről. Énekelte a magyar munkás, de vele énekelhették a világ számos országának munkásai és parasztjai, gyermekei, nyugdíjasai, mert valóban itt volt, és valóban elhozta az ország munkásainak a kedvező szociális helyzetet és az országnak a nagyobb gazdasági fejlődést. Nagy ünnep volt ez a munkásság életében, hiszen 1817-ben ezen a napon fogalmazták meg és tették közzé a munkások követelését, benne többek között az addig 10-16 órás munkaidő 8 órára csökkentését és a munka után kivívott nagyobb pihenőidőket, ami az akkori rabszolgarendszerű munkavégzés, a dolgozói kizsákmányolás végéhez vezetett. Ez a nap a világ számos országában piros betűvel került beírásra a naptárunkba. Ünnepnap lévén a dolgozó tömegeken napot szabadnapként élhették meg, nem kellett bemenni munkájukra, helyette pihenhettek, kikapcsolódhattak. De más hagyománya is volt május 1-ének. Ezen a napon a szakszervezetek közös erővel megtartották seregszemléjüket, ami abból állt, hogy dolgozóik felvonultak, erőt demonstrálva ezzel az elnyomó tőkés társadalomnak, majd pedig egy laza, könnyed, kikapcsolódás lehetőségét nyújtó majálison is részt vehettek. Így volt ez nálunk Magyarországon a szocializmus idején is. E napon országunk milliónyi dolgozója, diákja, nyugdíjasa, mondhatni egységesen az egész ország részt vett a szakszervezet által megszervezett felvonulásokon és majálisokon. A részvétel nem volt kötelező, mindinkább önkéntes alapú, mégis hemzsegett a tér, a liget a sok vidám embertől, örömteli arctól. A rendszerváltás után a felvonulás hagyománya hanyatlani látszott. A szakszervezetek elaprózódtak, a gyárak eleinte csak teljesítményüket csökkentették, ezért üzemeket zártak be, így a munkásokat elbocsájtották, majd pedig teljesen bezártak. A szakszervezetek erői megoszlottak, a dolgozói tömegek pedig eltűntek, így a nagy felvonulások is megszűntek. A majálisokat próbálták életben tartani mind a szakszervezetek, akihez bár nem egy zászló alatt, de igyekeztek csatlakozni a frissen megalakult politikai pártok is. De ezekről a rendezvényekről elmondhatjuk, hogy nem a dolgozók érdekében kerültek megrendezésre, mindinkább önös kampány célból tartották meg azokat. Napjainkban felvonulást csupán egyetlen politikai szervezet, a Magyar Munkáspárt tart. Ők azok, akik annak ellenére, hogy hangjukat a hatalmak nem nagyon engedik hallatni, mégis igyekeznek kiállni Magyarország dolgozói, nyugdíjas és diák társadalmáért. Ők nem a tőkés rendszer kiszolgálói, azzal bátran szembe mernek szállni. Mindennek ellenére az említett okok miatt szavuk nagyon kevés olyan dolgozóhoz jut el, akinek itt lenne a helye köztük. Sajnos napjainkban a pandémiás helyzet nem tartja lehetségesnek a párt felvonulásának és majálisának megtartását, ezért a kis filmet ennek kiváltására alkottuk meg, hogy így is felhívjuk a figyelmet, munkás, dolgozó, munkavállaló, te, aki a bérből és fizetésből élsz, csatlakozz hozzánk, mert itt van május 1-e.